2019. október 8-án délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazdaélet. Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Koba Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Egyre többen keresik fel a székelybosi lovardát. Antalfi Katalin ügyvezetővel beszélgetünk. Van, aki 3 évesen már kihozza a gyerekét, és feltesszük lóhátra, sétáltatjuk egyet. De igazából a korosztály az olyan 6-tól 16-17-ig. Özömelány. Majd az október közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Az ősöktől tanult recept alapján készül a mézes kalács Székelyudvarhelyen. Gálfi Gyöngyike mézes kalácsost kérdezzük. Kimondottan minőségi termékből készítsük, csak mézzel, tojással készítsük a tésztáját, és cukormázzal húzzuk be. A megtermelt termékeket saját agroturisztikai panziójukon keresztül értékesítik. A homorodalmási Sándor Eszter válaszol kérdéseinkre. Agroturisztikai panzióként működünk, igyekszünk helyi általunk megtermelt termékeket kínálni a vendégeinknek. Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk. A várható 900 ezer közül mintegy 300 ezer területalapú támogatás előlegre vonatkozó kérést már feldolgoztak, jelentette be Petre Dályán mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető megerősítette, október 16-án éjfél után megkezdik az előlegek kiutalását, és november 1-jéig a gazdák 80%-a hozzájut a pénzhez, évvégéig pedig mindenki megkapja a neki járó összeget. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség adatai szerint május 15-éig összesen 846.600 mezőgazdász nyújtott be kérést területalapú támogatásra, összesen 9,7 millió hektárra. A miniszter emlékeztetett, az Európai Unióhoz való csatlakozáskor Romániában 3 millió tonna búza termett, ehhez képest az utolsó 3 esztendő mindenikében a hozam meghaladta a 10 millió tonnát. Figyelemfelkeltő kampányt indított a medve témában Hargita megye tanácsa. Borbój Csaba, a megyei tanács elnöke szerint a valóságban sokkal nagyobbak a vadkárok, mint amennyit hivatalosan bejelentenek, mert a csalódott gazdák már nem bíbelődnek ezek bejelentésével a hosszú procedúra és az elhúzódó kártérítés miatt. Ezen szeretnének változtatni az egy hónaposra tervezett figyelemfelkeltő kampányukkal. Borbój szerint csak akkor lehet eredményesen fellépni az egyre nagyobb gondot okozó medve problémával szemben, ha azt hivatalos kárigénylési iratcsomókkal is alá tudják támasztani. 3 dolgot kérnek minden olyan személytől, aki medvét lát, kár érte vagy medvetámadás áldozatául esett. Minden esetben tárcsázzák a 112-es egységes segélyhívószámot, jelentsék az esetet az illetékes polgármesteri hivatalban, és az információkat küldjék el a vadkarkukac.hargitamegye.ro e-mail címre is, hogy összesíteni tudják az eseteket. Emellett a megyei tanács formanyomtatványokat is készített a vadkárok bejelentésére, ezeket eljuttatják a megye minden polgármesteri hivatalába. Szombaton október 12-én immár 12. alkalommal kerül sor Szépvizen a káposztavágásra és vásárra. Idén is Csíkborzsováról indul a szekeres felvonulás a Nádüllőre, fúvós zenekar kíséretében.
A káposztás ételek főzőversenye mellett a termés megáldása és kulturális műsor is gazdagítja a nap programját. Tapsolhatunk Csikrákos község hagyományőrző csoportjainak, a szépvízi vonósoknak és énekeseknek, a csíkszentmiklósi csőszöknek, a csíkborsovai férfi kórusnak és citerásoknak, a csíkszeredai nyugdíjasok dalkörének, a marosvásárhelyi fagyöngy citerazenekarnak és a Nyírő József általános iskola tanulóinak is. Szombaton október 12-én negyedik alkalommal szervezik meg a mezőgazdasági kiállítást, gazdanapot és vásárt Ákosfalván, a Sport és Szabadidőközpontnál. A Varázspatkó lovarda bemutatója és a gyermekprogramok mellett az ákosfalvi iskolások és a székelyvajai fuvolzenekar is emeli a rendezvény színvonalát. Október 19-én első alkalommal kerül megrendezésre a Maros megyei helyi termelők vására. Az esemény helyszíne a Bolyai Farkas Elméleti Liceum sportpályája, a belépés ingyenes lesz. A rendezvény célja a Maros megyei termelők népszerűsítése, valamint az, hogy a lakosságot arra ösztönözzük, hogy fogyasszanak minél több helyi és egészséges terméket, hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke. Mostanáig 50 termelő jelentkezett be a helyi akciócsoportokon keresztül, de a következő napokban még várják a jelentkezéseket. A vásáron a termelők standjai a kistérségek szerint lesznek elhelyezve, így ezeket a kistérségeket is népszerűsítik, és minden vásárló tudni fogja, hogy honnan származik egy-egy termelő. A gyermekeknek játékokat és kézműves foglalkozásokat szerveznek, a felnőtt látogatók számára pedig gasztronómiához és egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó előadásokat, bemutatókat tartanak. Október 18-án és 19-én őszi gazdanapokat tartanak Kápolnásfaluban, Homoródlokán. Az állatok zsűrizése mellett traktoros felvonulás, kutyabemutató, lovasszekér verseny, szakmai előadások és kulturális műsor is gazdagítja a programot. Október 18-a és 20-a között Székelyudvarhelyen, a Mártonáron téren 16. alkalommal kerül sor a méhészek találkozójára. A fáklyás felvonulás és vásárra hívás mellett barátkozás és koszorúzás is lesz Őrösi Pál Zoltán szülőházánál. A találkozón résztvevőknek kulturális műsorral kedveskednek a szervezők. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Antalfi Katalinnal, a Székelybosi Lovarda ügyvezetőjével beszélgetünk, előtte viszont Antal Albert Béla és népi zenekara muzsikál. Antalfi Katalin vagyok, Katanéni, úgy neveznek a gyermekek. A Székelybosi Lovarda tulajdonosa, vezetője jobban mondva. Én gondoskodok itt a lovakról, szervezem a lovardát, úgymond az aktivitást. Ez a Katanéni, ez enyhén túlzás, hát egy fiatal család anyával beszélgetünk. Mióta van ez a lovarda itt Székelybosban? 2015-ben épült, akkor még varázspatkóként. Aki annak idején vezette, az elment, és 2-3 éve vettem át én a vezetését. Hány ló van most jelen pillanatban? Most jelen pillanatban 12. Abból az egyik bértartott, a többi a sajátunk. Kik veszik igénybe itt a szolgáltatást? Kik jönnek lovagolni? Nagyjából a szülők hozzák a gyerekeket, de vannak felnőtt lovasok is.
Vannak idősebb emberkék is, akik 50-en felül kezdnek el megtanulni lovagolni. Nagyon sok gyerek van, aki nem tudom rajzfilmekből vagy honnan, de nagyon megimádják a lovakat, megszeretik, és akkor jönnek. Általában olyan 5 éves kortól arra fele már úgy intenzívebben, van, aki 3 évesen már kihozza a gyerekét, és feltesszük lóhátra, sétáltatjuk egyet. De igazából a korosztály az olyan 6-tól 16-17-ig. Üzöme lány. Lány? Hát a lányok miért szeretnek lovagolni? Általában a lányok szeretnek lovagolni, nem a fiúk. Valamilyen szinten érthető, de hát én azt mondanám, hogy a fiúk azok, akik inkább az állatokkal vannak, vagy lovagolnak, vagy valamilyen fiús tevékenységgel foglalkoznak. Lehet, hogy valamikor így volt, de most már nagyon kevés a fiú kliens. Nem igazán érthető számomra se. Ezek városi gyerekek, vagy jönnek falusiak is? Zöme városi, vagy olyanok, akik városból ki vannak kötözve falura. Kevés, amelyik vidéki. Azt hiszik, hogy attól, mert nagytatának van egy lovas, arra felülünk, attól már tudunk lovagolni. Akinek nincsen nagytatának lova, az eljön és megtanul lovagolni. Említette, hogy gyerekek is járnak, és felnőttek is járnak. Melyikekkel könnyebb dolgozni? Bátorság kérdése, én ahogy észrevettem. Lehet kevésbé bátor felnőtt is nagyon hosszan tanuljon, és kevésbé bátor gyermek is nagyon hosszan tanuljon. Merész gyerek és merész felnőtt nagyon hamar tanul. Aki úgy ül fel a lóra, hogy nincsen benne félelem, az 5-6 fél óra alatt elég jól halad. Hova lovagolnak ki? Itt a székelybosi határt is megjárják, vagy csak itt a Lovarda területén lovagolnak? A székelybosi határt azt már csak azok járják meg, akik nagyon jól tudnak lovagolni. Tehát ők már kell tudjanak nagyon jól ügetni, nagyon jó egyensúlyba kerüljenek a lovon, kell tudjanak vágtázni, és azután visszük ki, mivel nagyon sok a medve. Nem szoktuk kitenni őket az ilyen veszélyeknek egyáltalán. Ezek a lovak valami speciáledelt kapnak, vagy olyant, mint akármelyik másik ló? Abszolút, tehát csak szénán vannak tartva. Van, amikor adunk nekik takarmányt is, de most például egy olyan 2 hónapja csak szénán vannak tartva. Ugye el vannak. Állítólag szépek. Gyönyörűek. Én nem értek a lovakhoz, de gyönyörű állatokról beszélgetünk. Az oktatása ki foglalkozik? Katalin, vagy más is? Én nem oktatok, én közgazdász vagyok. Én csak éppen fordítok, amikor román kliensek vannak, egyre több van. Van 2 lány, aki oktat. Ők érzik a lovat, értenek a dolgokhoz. Most már szép lassan a kicsi leányom is szokott néha segíteni, úgyhogy ilyen laza, hobbi stílusban lovagolunk csak itt. Nem megyünk versenyekre, nem csinálunk ilyen nagy felhajtást belőle. Aki szeretne megtanulni annyira lovagolni, hogy valahova el tudjanak menni. Nagyon sok helyen van ilyen panziók mellett, hogy már van lovaglás benne a csomagban. Akiket mi megtanítunk, és azt mondjuk, hogy tudnak menni, akkor kimehetnek terepre. Ez a mi célunk inkább. Itt van valamilyen rend, hogy be kell jelentkezni, időpontot kell kérni, vagy még annyira nincsenek sokan, hogy ne tudnák kielégíteni ezt az igényt? Mindenképpen időpontot kell kérni. Próbálunk ott lenni mindig, amikor szükségük van az embereknek, de ha már le van szögezve arra az időpontra valaki, akkor nem szoktuk egymásra tenni őket. Extra igényekkel érkeznek a lovagolni vágyók? Vagy még olyan kliens nem volt, aki nagyon elszállt volna magától? Volt olyan, aki azt mondta, hogy adjak neki 2 lovat, hogy menjen ki a barátnőjével lovagolni itten terepen, és megkérdeztem, hogy a barátnője tud-e, azt mondta, hogy még soha nem ült lovon. Mondtam neki, válaszom valami egyebet, amivel megüli az illetőt, vagy kórházba teszi. Az, ami legtöbb előfordul sajnos, hogy felnőttek azt hiszik, hogy azért, mert ültek nagytata lován és vágtáztak, és nem haltak bele, amiatt ők tudnak lovagolni. Ilyen problémáink voltak, de aztán elmagyaráztuk, hogy felül a nyerekbe, megmutatja, mit tud onnan arrafele. Eléggé meglepődtek. Meg olyan problémáink voltak, hogy egy-egy lovardánál gyerekek el voltak engedve már szabadon, és mi, amikor leteszteltük, hogy mi az, amit tudnak, hát bizony nem engedtük volna. Tehát olyan volt már. És az nagyon kellemetlen, mert akkor úgy éli meg a gyermek, hogy őt visszafokozzuk, vagy nem vagyunk megelégedve vele, viszont nem biztonságos. Kemény dió, amikor így el kell magyarázni egy gyereknek, hogy ott szabadott neked menni szabadon, és itt nem szabad neked menni szabadon. Ilyenkor nem inkább a szülőkkel van a probléma? Is. A szülő nagyon elvárja, hogyha már az ő gyereke ott olyan szabadon ment, akkor legyünk mi is megelégedve vele. A ló az nem játék, tehát nem falovon van. Nem olyan lovakról beszélünk, aki éheztetve van, akinek nincsen kedve megmozdulni, hanem olyan lovakról beszélünk, amelyik akár még pillanatban beugrik vágtába, hogyha neki úgy van kedve, hogyha épp arról van szó, és nem lehet játszani, tehát senkinek nem tudunk más gyereket csinálni, úgyhogy...
akkor inkább marad az óvatosság. Katalin kipróbálta minden lovon, hogy milyen lovagolni? Főthöz vért, úgyhogy azóta nem nagyon tudok lovagolni, tehát én lesérültem. Én azzal szoktam szórakozni, minden reggel, mikor etetek, akkor végigpuszilgatom őket, és ugye el vagyunk. Elhangzott interjúnk Antalfi Katalinnal, a Székelyposi Lovarda ügyvezetőjével készült. Támogassuk a helyi kistermelőket, ha több lábon állunk, könnyebben átvészeljük a nehezebb időket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Bordi Aranka énekelt. A következő percekben néhány október közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Integrált növényvédelem. Az almásban lombhullás után legfontosabb teendőnk a lehullott leveleken telelő korokozók, varasodás és elziónés foltosság, valamint a kártevők az almalevél aknázó moly és az almalevél sátoros moly áttelelésének megakadályozása. A lehullott leveleket gyűjtsük össze és szakszerűen komposztáljuk vagy égessük el. Ezt követően ássuk fel a fák alját, hogy a még ott maradt károsított tartalmazó növényrészek is a talaj mélyebb rétegébe kerüljenek. Ez az agrotechnikai munka egyúttal gyéríti az almalevél törpemoly telelő bábjait is. Megkezdhetjük a károsító gyérítését szolgáló ápolási, tisztogatási munkákat. Vágjuk ki az idős, odvas, terméktelen, nagymértékben fertőzött fákat. Ezeket a munkákat a körtésben is elvégezhetjük. A birsfáink következő évi károsodásának mérséklése céljából mindent el kell követnünk, hogy a három fontos gombás betegség, a birs és alma termésűek monilíniája, valamint a diplokarponos foltosság számára kedvezőtlenek legyenek a telelés viszonyai. Fontos teendőnk a diplokarponos foltossággal és a birs monilíniával fertőzött hajtások levágása, valamint az alma termésűek monilíniája fertőzésére utaló gyümölcsmúmiák leszedése és megsemmisítése. Ezt a munkát a tél végéig a károsítók élettevékenységének megindulásáig végezhetjük.
Az őszi barackosban a gombás és baktériumos elhalás elleni lemosó permetezés elvégzése döntő jelentőségű. Ugyanakkor a tafrinás levélfodrosodás áttelelő gombafonalzatának és konidium tömegének gyérítése és a stigminás levéllyukacsosodás áttelelő miceliumának, illetve konidiumainak pusztítása a betegségek visszaszorítása érdekében legalább egy részható anyagú készítménnyel végrehajtott permetezésre van szükség. Ezt a permetezést a stigminás levéllyukacsosodás konidium képzése miatt a tél végén, ha a hőmérséklet 0 Celsius fok fölé emelkedik, érdemes megismételni. Integrált növényvédelem. Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a vörösbor a textíliára csöppen, szórjunk rá sót, hagyjuk állni egy ideig, és csak azután mossuk ki, a folt nyomtalanul el fog tűnni. Nem fröcsköl az olaj sütés közben, ha egy pici sót szórunk bele. Ha zsírfolt vagy paprikás folt kerül a ruhára, szőnyegre, babahintőport kell rászórni, és utána körülbelül egy óra múlva a ruhát ki lehet mosni. Szőnyegnél ismeretlen foltra is jó, este behintőporozzuk, reggel kiporszívozzuk, és foltmentes lesz. A halat könnyebb pikkelyeitől megtisztítani, ha előtte rövid időre forró vízbe tesszük. Margarint alufóliába csomagolva, hónapokig tárolhatunk a fagyasztóban minőségi károsodás nélkül. Káfi Gyöngyike vagyok, székelyudvarhelyi lakos. Mézeskalács készítéssel is foglalkoznak többek között. Ez a mézeskalács hogy jött az életükbe? Mézeskalács készítéssel, díszítéssel foglalkozunk a lányommal, Puskás Zsuzsánnával, már több mint 10 éve. Volt egy vállalkozásunk, ami egy kis üzlettel kezdődött, így abból alakultunk át a mézeskalács készítésre. A mézes kalást is többféleképpen lehet készíteni. Mi az a fifika benne, amit másképp csinálnak, mint a többi mézes kalácsos? Ezt kimondottan minőségi termékből készítsük, csak mézzel, tojással készítsük a tésztáját, és cukormázzal húzzuk be, a díszítés pedig nálunk a népies motivumokon alapszik. Kimondottan a népiesen. Találkozókra nagyon sokat rendelnek, 50 éves, 60 éves, bármilyen jellegű találkozókra, és azt nagyon szeretik az emberek.
Gyerekkoromban a mézes kalácsról, pogácsákról mindig a vásár jutott eszembe, vagy azt juttatta eszembe, akkor lehetett kapni a csavaros cukorka mellett. Most már én úgy látom, hogy ez is elkezdte élni a saját életét, tehát ugyanúgy, mint a csokolád, mint egészen más termék, bármikor kapható, tehát nem csak a vásárokon vásárolhatjuk meg. Ennek is van ilyen szezonja, hogy inkább télen, inkább nyáron, inkább ünnepek előtt megy jobban a mézes kalács? Karácsonykor nagyon-nagyon nagy vására van neki, vásárok járunk, Brassóba, Vásárhelyre, Udvarhelyre, Csíkszeredába, Sepsiszentgyőrre, Marosszentgyőrre szoktunk járni. Elég tág a körünk, ahol eljárunk. Azon kívül így húsvétra is nagyon sokat kérnek. Vannak a tavaszi vásárok, őszi vásárok. Nyáron egy icipicit lazább a dolog, akkor inkább esküvőkre köszönő ajándékba szokták rendelni. A mézes kalácsnál mi az, amit újítani lehet? A mintát, a formát, vagy mit? Hát a forma szerintem marad, a szív az a legfontosabb motivum, ugye. A díszítést azt lehet formálni, változtatni és újítani, és mindig tanulni rajta valamit, de csak ugyan kell, na, kell. Szép színesek ezek a motivumok. Ezek valamilyen minőségi különc ételfestékek, hát vagy hogy készülnek ezek hát a színek? Igen, ezeket úgy veszük, mint bio ételfestékek, aztán... Vagy mennyire biok, én se tudom. Akkor nem önök keverik ki a színeket? Mi keverjük ki a színeket, porba vásároljuk meg, nagykereskedelemtől, de viszont mindig arra törekszünk, hogy bio terméket vásároljunk. Kik azok, akik inkább keresik a mézes kalácsot? Mindenki vásárolja. Fiatalok például nagyon szeretik a keresztelőkbe megrendelni gyermekeiknek köszönő ajándékba ugyancsak. Azon kívül vásárokba is a fiatalok is nagyon veszik. Nagyon keresik a tükrös szívet, de azt nem igazán szabad áruljuk. Miért? Hogy tükörbe le van ragaszva. Nem EU-konformos bizonyára. Pedig az volna egy nagy hagyománya a mézes kalácsnak, de azt csak ugyan nem engedik. Pedig szeretné ezt csinálni, mert olyan szeretete beszél a mézes kalácsról, és bizonyára, amikor a vásárló kezébe veszi, és látja az arcán, hogy tetszik, és szereti, és jaj, de szép, akkor úgy melengeti az ember lelkét, nem? Igen, csak ugyan. Sose gondolok a pénzre, soha-soha. Mindig csak arra, hogy szebb legyen, jobb legyen, de ez őszintén így van. Nagyon-nagyon szeretem készíteni, de csak rajzolok. A lányom, ők süt, előkészíti nekem, mert nagyon sok munka van véle többek között, míg azokat a fehér mász ráteszik, vagy pirosat, vagy a sok sütés ki kell kicsit szárítani, mert ha nem, tönkre mehet hamarabb. Én csak rajzolok. Na, még egy kicsi csomagolásban, amikor szükségbe segítek. Amúgy meddig fogyasztható egy mézes kalács? Csináltam egy felmérést, úgyhogy mindig teszek le egy évvel ezelőtt is, akkor eszem elé, és egy év múlva is rendkívül finom. Nagyon összeérnek az ízek, ugye nincsen benne víz, csak a méz és a tojás van benne, és nagyon finomul összeérnek az ízek, na fahaj, és ilyen-olyan fűszerek, mikor milyen készítünk. Talán még finomabb, mint frissen, nem talán 100%-os. De 3 hónap garancia van adva rá a megengedett. Különben tájképeket is nagyon szépeket festek. Amikor nincs mézes kalácsom, akkor tájképet festek. Csak úgy ajándékba, ide-oda, gyönyörű szép nagy festményeim vannak. De az nem itt van, a másik lakásunkban. Gárfi Gyöngyike székelyudvarhelyi mézes kalácsos válaszolt kérdéseinkre. A mikrofont most Kibédi Sámuel veszi át. Belenéz a szemembe, oly gyönyörű minden, amerre jár, megfordulnak utána. Csak az a baj, hogy hamis a zúzája, hogyha hamis teheti, szívem azért szereti, én leszek a párja. Szeretem én a babám, más, de hogy is kéne. Ő is szeret igazán, pedig legény valahány, minden eped érte. A derek a felesímul karomba, a csillag is, mintha szemben ragyogna.
fehér szekrény tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. A dereka belesimul karomba, a csillag is, mintha szebben ragyogva. Fehér szekrény tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. Simul karomba, a csillag is, mintha szemben ragyogna. Fehér szekrény tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. A dereka belesimul karomba, a csillag is, mintha szemben ragyogna. Fehér szekrény tulipán, legszebb virág a babám, én vagyok a párja. Sándor Eszter vagyok, Homródalmáson élünk, dolgozunk, lakunk, gyakrabban keresnek meg szállás foglalással kapcsolatosan. Mióta vágtak turizmusba? Hát ez egy nagyon régi történet. Ezt a házat, ami 2015-ben lett felújítva, még 2000-ben vásároltuk meg, és azóta érlelődik a gondolat, meg még előbbre visszanyúlik, mert 1996-tól 2000-ig Gyöngyösi Főiskolára jártunk, és én például turizmusból írtam a szakdolgozatomat, tehát tulajdonképpen ami ott megfogalmazódott, az vált valóra ennek a régi háznak a felújításával és a panzió elindításával. 20 éves történet. A panzió egyszerre hány személyt tud fogadni? 12 személyt tudunk fogadni, ami 4 szobából áll, és 2 szintből. Ugye ez egy régi parasztház, szinte 200 éves, 1836-ban volt építve. Meghagytuk a struktúráját, annyi modernizálás történt, hogy a padlást tetőtérnek alakítottuk ki, és ott is van 2 szoba, de alul a pince az maradt, meg a beosztás az minden, tehát a szobák mérete is jó nagy, ilyen régi parasztház. Általában kik jönnek a panzióba? Családi barátok, vagy idegenek is, vagy aki esetleg hallott a panziókról, az eljön megnézni, tetszik, aztán visszatér? Elsősorban olyan emberek, akik ilyen parasztházba szeretnének megszállni, tehát akiknek erre van igényük, nem az 5-csillagos Ramadán hotelt akarják, hanem a 200 éves parasztházat az ő hűvösségével, mert ugye ezek 70 centis kőfalak, és itt nyáron 18 fok meleg van a legnagyobb hőségben is, és ezt a régi hangulatot szeretné. Ilyen vendégeink jönnek, akik persze családi barátok, meg nekik a barátaik. De itt is minden kényelem megvan adva, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen duszáságban alszanak, meg lavorba fürdenek, hanem azért itt is minden kényelem megvan a 21. századnak megfelelően. Hát igen, mivel hogy uniós forrásból lett felújítva, alapkövetelmény volt, hogy a környezetvédelmi, turisztikai, meg közegészségügyi engedélyünk meg legyen a panzió befejezéséig. Hát annak is meg lenne a külön hangulata, de itt matracok vannak, nem szalmazsákok, meg fürdőszobák. És itt a telken, az istáló helyén egy lakóház van. Ez is egy gyönyörűen felújított melléképületből lett családi ház. Olyan vendég nem érkezette, aki szénába szeretett volna aludni, vagy patakba fürdeni, ennyire romantikusak nem érkeznek manapság? De erre is lenne igény. Volt olyan vendégünk, aki itt szeretett volna megszállni, mert ugye a csűr az a mi lakó felületünk lett, mivel mi kiszorultunk, tehát nekünk nem volt hol lakni, és így született az ötlet, hogy a gazdasági épületet felújítani, átalakítani. Itt lett kialakítva a sajtműhely, és akkor az emelet az a mi lakóterünknek. Na, végül is minden megoldható, de azért nem szénába alszunk, szoktunk
viccelődni, hogy odorba hálunk és tejbe, vajba fürdünk mi nap, mint nap. Szóba jött a sajtműhely, tehát nagyon sok finomsággal kényeztetik a vendégeket. Közben főzni is kell nekik, vagy ők ezt megoldják? Agroturisztikai panzióként működünk. Ugye ez az agrártevékenységet egészíti ki. Reggelit tudunk kínálni a vendégeknek a mi termékeinkből. A sajtokat meg a savút mangalicadisznók kapják, tehát ősztől tavaszig készülnek mangalica termékek is, amit megkóstolhatnak, fogyaszthatnak a vendégeink. Igyekszünk helyi általunk megtermelt termékeket kínálni a vendégeinknek. Olyan vendég érkezik, akinek meg is kell szervezni a programját? Mert itt azért a környéken van elég sok látnivaló. El kell vinni, vagy ők megoldják a kirándulásukat? Igyekszünk mindenbe segíteni, arra még nagyon nincs lehetőségünk, hogy elkísérjük a vendégeket, mivel a gazdaság is itt van, de igyekszünk mindenképp a szervezésbe, és együtt működünk turisztikai információs központokkal, meg igyekszünk idegenvezetőt felkérni, ha kísérőre, idegenvezetőre van szükségük. Egyre többen kész programmal érkeznek, tehát tudják ők, hogy mit akarnak itt a környékben, vagy ha nem hallottak róla, akkor mi ajánlunk és próbálunk környékbeli panziókkal együttműködni. Épp ezt akartam kérdezni, hogy ha itt már teltház van, akkor ajánlnak, vagy átvesznek a szomszédpanziósok vendéget, és esetleg ők átadnak, hogyha náluk van teltház? Igen, igen, igen. Oaklandon van itt a legközelebbi panzió, ami ugyancsak uniós támogatásból létesült, meg Újfaluba, és akkor így együttműködünk, hogy ők hozzánk küldik a vendégeket sajtkóstolóra, mert az is egy délutáni esti programba beilleszthető, meg mi is, mert az egyik panziósnak ilyen borpincéje van, és borkóstolót szervezünk, vagy mi adjuk a sajtokat, ha ő borkóstolót szervez, vagy mi adjuk a borait a sajtjaink mellé, tehát együttműködünk, mert így könnyebb és tartalmasabb a vendégeknek is, ha itt a környéken egy pár napot el tudnak tölteni. A turisztikai irodáknak a kínálatában benne vannak, vagy szájhagyomány útján terjed, hogy van itt egy ilyen jó hely, amit érdemes felkeresni? Benne is vagyunk, Szentegyházi turisztikai információs irodával működünk együtt már jó pár éve, és szájhagyomány is. Mivel, hogy vásárokra járunk a sajtokkal, nagyon sok emberrel megismerkedünk, nagyon sok vásárlónk eljön és megnézi, hogy hát hol is készítjük mi a sajtokat, ugye a farmot is meg lehet látogatni, és akkor így, ha már eljön idáig, akkor itt tölt egy pár napot, és így kialakul egy kapcsolat. Jönnek külföldiek is, vagy csak hazaiak? Igen, külföldiek is, Németországból voltak vendégeink, Magyarországról, franciaországi csoportunk volt, Svájcból volt egy csoport, akik sajtkóstolóra jöttek. Román vendégeink vannak, tehát egyre nagyobb az igény a belföldi turisták részéről is. Ezt még bírja a család? Vagy mikor nagyon megy az ipar, akkor kell alkalmazni kisegítőket is? Megpróbáljuk úgy szervezni, de van úgy, hogy segítséget is kell kérnünk. Hát azt is a család próbáljuk megoldani. Testvéreim, sógornőim segítségével igyekszünk. Sándor Eszter homorodalmási agroturisztikai panziost kérdeztük az elmúlt 8 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Fazakas István énekel. Az árkatarról
Kedves a lovam, nem eszi az agot, mert már kicsi korába az árpára kapott. Kis angyalom sejhaj, szoktatta azt rája, engem pedig se a haj a csókos szájára. Kis angyalom sejhaj, szoktatta azt rája, engem pedig se a haj a csókos szájára. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Most viszont a sorsolást tettük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt héten elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt. Összesen 182 személy. Ők könyveket és könyvutalványt nyerhetnek, most 176 név közül sorsolunk. A Koba könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri, ő Bartus Árpád Marosvásárhelyről. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja... Lőrinci Angella Szovátáról. A Pallas Akadémia könyvkiadó Majtényi Erik Hajóharang a Hold utcában című könyvét ajánlotta fel, aki elviheti Gergely Lili Gyímes felsőlokról. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Joli Max termékcsomagot nyerhetnek, ezt 132 személy tette meg, 130 név közül sorsolunk. Nézzük, hogy ki fogyaszthatja. Ő Dobos Dávid Kápolnás faluról. Itt mondom el, hogy a Joli Max Kft. Termékeit az Ábel Széke és az Eszter Erdély Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felveszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jut el hozzuk a nyeremény. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Gyárfás Mária énekelt. Most kérem, hallgassák meg piaci körképünket. Marosvásárhelyi piaci árak. Itt a gazda életben. A krumpli kilója 2 lej és 2 lej 50 bani, a fehér káposztájé és karalábéjé 2 lej és 3 lej, a vörös káposztájé 4 lej és 5 lej, a murokké, salátájé, uborkájé és a cékláé 3 lej és 4 lej, a fehérhagymájé 3 lej és 5 lej, a spenóté 5 lej és 7 lej, a vöröshagymájé 6 lej, a karfiolé 4 lej és 7 lej, a celler darabja 3 lej és 5 lej, a fokhagyma és torma kilója pedig 15 lej és 20 lej. A töltenivaló paprika és paradicsom kilója 3 lej és 7 lej, a csípős paprikájé 10 lej és 15 lej, a teljes passzújé 10 lej, a csiperke gombájé és homoktövissé 12 lej és 15 lej, a petrezselmé pedig 10 lej. A petrezselyem zöld, celler zöld lesján kötése 1 lej és 2 lej, a főzőtök és cukkini kilója 2 lej és 4 lej, a tojás darabja ezen a héten 80 bani és 1 lej. Az alma és szilva kilója 3 lej és 5 lej, a körtéjé 5 lej és 6 lej, az őszi baracké 4 lej és 6 lej, a szőlőjé pedig 3 lej 50 bani és 7 lej, a tehén sajt, túró és orda kilója 20 lej és 25 lej, a tejlitere viszont 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Balogh Dénest hallgattuk. Jövök edden itt a gazda életben a hasznos információk mellett Fazakas Ágnessel, a Lövétei Tájház gondnokával beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottaink Bódi Zsedit és Szász Edit, a Marosvásárhelyi Rádió riporterei lesznek. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Kénosról hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. A Hargita Népi Együttes muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazda élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre.
Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a YouTube-on újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Csiszer Annával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra. Az apjának a pődi.